Sziasztok, Kis Jenő vagyok a Mekka Gymből, és a hátsó deltáról beszélnék egy-két szót, mert nagyon sokan nem érzik edzés közben a hátsó deltát, tehát nincs meg az agyizom kapcsolat, minden mást éreznek, ami körülötte van, érzik a középső deltát, a tricepset, a hátizmot, a trapézizmot, vagy csuklyásizmot, de konkrétan a hátsó vállizmot nem tudják eltalálni. És erre mutatok egy elég speckó gyakorlatot, ami elég bonyolult, de viszont, hogyha ezt eltalálja valaki, akkor iszonyatosan megdolgozza a vállnak ezt a hátulsó részét, vagyis a hátsó deltát. Hátrahúzás kötéllel. Jöjjünk annyira hátra a csigától, hogy amikor kinyújtjuk így a kezünket, akkor ne érjen le a súly, tehát hogy teljes karnyújtásra vissza tudjuk engedni így a kötelet. A tenyerünk nézzen fölfelé, és húzzuk ide halánték magasságba hátra a kötelet, és engedjük vissza. Most így kívülről a mozdulat ennyi, viszont amikor csinálod, akkor nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Oda kell figyelni arra, hogy itt a tenyér mindig fölforduljon, tehát fölfelé nézzen. Amikor elkezdjük húzni hátra a kötelet, akkor az alkarunkat föl kell így fordítani, tehát van benne egy ilyen forgató mozdulat is, függőlegesre, és közben a könyökünk jön ide hátra, és itt vissza fölfordítjuk. Tehát eléggé összetett a gyakorlat, de hogyha tökéletesen leutánozzátok ezt a mozdulatot, akkor biztos vagyok benne, hogy égni fog a hátulsó delta és a vállnak a hátsó része. Ha esetleg ettől a gyakorlattól se jött létre az agyizom kapcsolat, a hátsó delta és az agy között, akkor meg lehet próbálni úgy megoldani ezt a helyzetet, hogy csinálunk döntött törzsű oldalemelésből mondjuk egy 12-14 ismétlést a megfelelő súllyal, és utána hozzászetteljük, hozzápárosítjuk ezt a köteles gyakorlatot. Tehát megcsináltuk a 14 döntött törzsű oldalemelést, és utána rögtön csinálunk 14 kötéllel hátrahúzást. Ha még így sem jön meg az érzet a hátsó deltába, akkor inkább vágj le a karodat.